Hamarosan Trunk Tomi lesz a vendégünk, aki legújabb zenei projektje mellett arról is beszél majd, hogy ő hogyan élte meg a karantén alatti digitális oktatást, de előtte mozduljunk ki egy kicsit a szabadba, és tegyünk egy kitérőt a sportórák irányába. Az okosórák mára már nagyon elterjedtek, most megnézzük, hogy mi is a különbség egy okosóra és egy sportóra között. Napjainkra ez a két dolog teljesen összeért, vagy elég jelentősen összeért. A kérdés az az, hogy melyik irányból közelítünk. Tehát vannak a klasszikus okosórák, amik azért rendelkeznek némi sportfunkcióval, tehát manapság már minden okosórában van lépésszámláló, alvásfigyelés, pulzusmérés, általában azért egy futásbringázást le lehet velük rögzíteni. A sportóráknál pedig tényleg inkább a sportra van kihegyezve a dolog, tehát egy nagyon hosszú akkumulátorüzemidő, előre telepített térkép mondjuk egy terepfutásnál, amin az óra képes oda-vissza a trekken is elvezetni, és ehhez társulnak a különböző okosóra funkciók, ami ugye a szép színes kijelző, értesítések a telefonról, szinkron a telefonnal a Garmin szerverei felé, ahol az edzésadatokat gyűjtjük egy Fonnet nevű felületen. Tehát nagyjából így áll össze a kép. Az, hogy a sportóra az mindenképpen egy ilyen fél zsömle méretű narancsárga dolog, ezzel már szakított a világ, de nálunk is megvannak azért még mindig azok az órák, amik tényleg kifejezetten sportra vannak kitalálva, ahol a fő szempont az, hogy nagyon könnyű legyen, lehetőleg nagyon kicsi legyen, ott nem feltétlenül lesz szerencsés egy öltönyhöz az a választás, de léteznek azok az órák, mondjuk a Fenix sorozat, amik kifejezetten elegánsak, akár fémszíjjal, különböző fémlünettákkal, nagyon sokféle verzióban elérhetők, funkcionalitásban pedig hozzák a teljes sportóra funkcionalitásra, amit elvárunk tőlük. De vajon hogyan tudja kihasználni egy sportóra előnyeit egy professzionális sportoló? Folyamatosan tudjuk monitorozni a teljesítményünket, és így tudjuk kontrollálni azt, hogy hogyan építsük fel az edzésmunkát, a ciklusokat, hogy hol tartunk a teljesítőképességben, milyen az erőnlét, milyenek az egészségügyi adatok. Úgyhogy én is napi szinten használom a GPS, az időmérést, tehát igazából azokat a funkciókat, amik kifejezetten az állóképesség és a gyorsaság fejlesztéséhez szükségesek, pulzusmérés, vagy akár ha erdőbe futok, akkor navigáció, vagy figyelem a szintemelkedéseket, úgyhogy próbálom kihasználni a lehetőségeket. Az okosórák megjelenésének abszolút van pozitív hozadéka, itt azért az egyénenként eltérő, hogy mennyire. Érdekes ellentmondás, hogy pont profi sportolóknál figyelhető meg az, hogy óra nélkül is elég magas szinten tudunk teljesíteni, de mondjuk ugye most nagyon népszerű a futás, és én például azt tapasztalom, hogy kezdő vagy amatőr versenyzőknél nagyon-nagyon fontos ilyen óra, hiszen ők óra nélkül gyakorlatilag elvesznek az edzés munkában, a terhelést elronthatják, sérülések vezethetnek ilyen problémák, és igazából nekünk profi versenyzőknek már a testtudatunk, meg az, hogy hogyan kell edzeni, ezt már nagyon megismertük óra nélkül is, de még mi is azért hozzá tudunk tenni, tehát nekünk is fontos, hogy napi szinten megnézzük a pulzus értékeket, és könnyebb is elvégezni az edzést, mert régen megvoltak a bejáratott körök, hogy mi a 15 km, mi a 30 km, de most utólag így, hogy tudom a GPS-en mérni, kiderült, hogy azok se voltak pontosak. Most azért egy félmaraton-maratonra nagyon pontos edzéstervezéssel fel tudunk készülni, mert hogyha mondjuk egy olyan feladat van, hogy 15 km kőkeményen, akkor biztos, hogy 15 km fogok futni, és akkor az edzésre, a versenyre is úgy tudok odaállni, hogy reálisan tudom, hogy hány percet tudok azon a távon futni. Sportolás, túrázás közben fontos, hogy az órák hosszú ideig bírják, tehát magas üzemidővel rendelkezzenek, de már vannak olyan modellek, amelyekben mindezt egy napelem is segíti. A szolár típusok lényege az, hogy az órában lévő akkumulátort segíti egy napelem, ami tulajdonképpen a kijelzőbe van építve. Ezek között van olyan modell, processzor használattól függően, aminél a szolár technológia egy jóval nagyobb akkumulátoridőkitolást tud eredményezni, van amelyiknél egy kicsit kisebbet, de mindenképpen legalább 10-15%-kal meg tudja hosszabbítani az aksi üzemidőt, ami mondjuk egy nagyon hosszú ultraterepfutásnál nagyon nem mindegy. A sportórák fontos eleme a GPS, tehát akár autós navigációnál is alkalmazható lenne, de mégsem ezért érdekes ez a funkció. Az órákon, a térképeseken egy teljes Európa lefedettségű térkép van, közúthálózata nagyon sok erdei úttal, úgyhogy ez a térkép inkább arra szolgál, hogy ha mondjuk egy terepfutóversenynek ismert előre az útvonal, a manapság már minden versenyszervező közé teszi előre az útvonalat, ezt föl tudom tenni az órára, és látom rajta azt a csíkot, amin végig kell navigálnom, és azt a csíkot nem csak egy üres vaktérkép képernyőn látom, hanem látom magam körül az utakat, vagy adott esetben a szintvonalakat, patakokat, egyebeket, ez az, ami igazán nagy segítséget tud adni. És ha már a tájékozódási futásról, hosszú távfutásról esett szó, beszéljünk egy kicsit a versenyszerű futásnál igen fontos egészségügyi adatok tárolásáról és megjelenítéséről is.
nálunk maratonistáknál többfajta edzéstípus ismeretes. Ugye vannak a résztávos edzések, amikor például pályán futunk meghatározott távokat. Itt például a GPS-nek nincs nagy jelentősége, de itt nagyon fontosak a részidők, nagyon fontosak a pulzusok, hogy a résztávok között mennyire megy vissza a pulzus, fontos a lépésfrekvencia, a lépésszám, ezeket is utólagosan mindig megnézzük, hogy mennyire tudtunk gyorsulni, mennyire hosszúakat léptünk, és van, amikor a pulzusnak kifejezetten nagy jelentősége van, például amikor magaslati edzőtáborba megyünk, hogy nehogy túledzzük magunkat, vagy amikor hőség van, vagy túl hideg van, akkor is fontos a pulzus tartományokat figyelni. És emellett van, amikor utcán futunk, akkor egyáltalán nem tudjuk, hogy mekkora távolságot fogunk megtenni, úgyhogy ott a pontos GPS-es mérés az nagyon lényeges.